Törvényben garantálná az Európai Parlament, hogy az otthonról dolgozók szankciók nélkül lecsatlakozhassanak digitális eszközeikről, vagyis ne legyen kötelező rendelkezésre állniuk a munkaidő lejárta után. A Eurofound alapítvány felmérése azt mutatja, hogy az otthonról dolgozók körében kétszer nagyobb a valószínűsége annak, hogy a heti maximális 48 óránál többet töltenek munkával. A hazai szakszervezeti szövetség szerint a szabályozás szükséges, de nem elégséges feltétele a kizsákmányolás megállításának. A távmunka és a magánélet egyensúlyára figyelmeztet az uniós tagállamok szocialista pártjainak videója. Az Európai Parlament képviselői azt kérik a bizottságtól, hogy ezentúl jogszabály is biztosítsa a munkavállalók számára a szakszóval élve lecsatlakozást, vagyis hogy ne kelljen elérhetőnek maradniuk a munkaidőn túl. A Magyar Szakszervezeti Szövetség üdvözli az elképzelést, a testület elnöke azonban attól tart, az előírásokat nem fogják betartani. Kétségeim vannak és nagy kérdőjelek vannak abban, hogy a magyar viszonyok közepette ez mennyire ellenőrizhető, mennyire hajtható végre, és egy ilyen jogszabály valóban segíti-e a munkavállalókat, vagy csak hoznak egy jogszabályt, amit meg későbbiekben nem vesznek komolyan, nem tartják be. A Híradónknak nyilatkozó szociálpszichológus úgy látja, a távmunka felerősíti az adott cég kultúra sajátosságait, így aki eddig túlórázott, az még a korábbinál is többet dolgozik tavasz óta, aki viszont hajlamos volt háttérben maradni, az még jobban visszahúzódott az otthoni munka hatására. Ha vezetőtől egy olyan nyomás jön, hogy már pedig hatkor is azt érek el, akit akarok, este 8-kor is olyan feladatot adok, amilyet akarok, akkor aki fél attól, hogy elveszíti a munkáját, nem fog erre nemet mondani, nem mer erre nemet mondani, szabályozás ide vagy oda. Róna Széki Péter kiberbiztonsági szakértő azt mondja, a munkaidő betartására technikai eszközök is rendelkezésre állnak, de a cél inkább a bizalom erősítése lenne a munkáltatók és munkavállalók között. Én őszintén nem bánnám, hogyha egy picit egységes lenne ez a szabályozás, vagy egységesebb, hiszen már ma is olyan egyébként határokon átnyúló szolgáltatásokkal és erőforrásokkal dolgozunk, ami ugye akárki is használhatja azt, hogy éppen egyik tagállamban mondjuk gyengébb ez az elvárás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium legutóbbi megkeresésünkkor arra hivatkozott, hogy a munkatörvénykönyve megfelelően szabályozza a home office kereteit. A Fidesz egyik EP képviselője viszont most biztosan támogatja a javaslatot, ezért ismét megkerestük a szaktárcát, hogy az uniós fejlemények hatására változott-e az álláspontjuk, de adásunkig nem kaptunk választ.